Egy ma már nem létező falu területén került elő a lelet. A pénzérmék a 16. századból származnak. Erszényben és orról nézve Tekercsben kerültek egykoron a földbe. Szép lak, ugye Cikó határában található, a templomról ma is látható. Első írott forrásunk 1402-ből származik. Ugye az Árpád-kori okleveles anyag az elég hiányos. Tehát ez nem csak Cikóra vonatkozik, hogy viszonylag későbbi írott adat kerül elő, hanem ez általános. Innentől kezdve a 15. században több forrásban is említik a cikói templomot, a széplaki templomot, és a papját is sokszor megnevezik. A 16. században, pedig a török időkben az adóösszeírásokban szerepelnek a települések, illetve azoknak a lakói. Tehát egy szám szerint feljegyezték, hogy melyik településen hány család lakik, hány család adózik. Itt a török időkben egészen az 1560-as évekig tudjuk követni széplaknak a történetét. Ezután viszont már hiányzik az adóösszeírásban. Valószínűleg a 16. század végén bekövetkezett 15 éves háború során, mint olyan sok más falu itt a környéken, széplak is elpusztul. Innentől kezdve írott adatunk nincs. A régészeti anyag, amit a terepbejárás során gyűjtöttünk, az teljesen jól összevág az írott adatokkal. Annyiban egészíti ki az írott forrásokat, hogy a korai évszázadokban, tehát a 12. században is lakott lehetett a település, tehát II. István dénária a legkorábbi lelet, és innentől kezdve több királynak a pénze is előkerült. Tehát ami az írott forrásban 1402 a legkorábbi időpont, az itt az 1100-as éveknek az első fele a régészeti anyagban. Tehát, hogy a falu az egy 12. századtól létezett, és a 16. század vége fele pusztulhatott el. Vármegyénk területén a középkorban több olyan település is létezett, amely elpusztult a történelem viharaiban. Az erszény leletek azok azért különlegesebb, mert nagyon ritkák. Tehát itt a terepbejárások során egy évben talán egyet találunk, vagy maximum kettőt. Tehát szerencsés eset kombinációnak kell összeállnia. Tehát, hogy az érem elrejtése vagy elvesztése során az érem darabok, a dénárok egy helyen vannak. A dénároknak az alapanyaga az ezüst, de akkor is volt pénzrontás, tehát az ezüstbe belekevertek rezet, ónt, cinket, stb. És ezek a nem nemes fémanyagok, ezek ugye korodálódnak, és az idő során kiválnak a pénznek az anyagából, a felületére rakódnak, és ez tartja össze végül is ezeket a pénzérméket, és az évszázadok során is hiába szántják a területet, vagy kapálják, vagy földmozgatás történik, ezek a pénzek akkor is egyben maradnak, szerencsés esetben. Persze olyan is előfordul, amikor szétszóródnak, tehát hogy ha nagyon jó a nemesfém tartalma, akkor nem tapadnak össze. Tehát hogy kell egy kicsi pénzrontás, tehát ez az egyik tényező, a másik, hogy egy helyen legyen elrejtve. Az erszénylelet abban különbözik a kincslelettől, hogy kisebb darab számú tétel. A pénzleleteknek ez a típusa egy személy hétköznapi használatra magánál tartott pénzeinek együttese, melyet elveszített vagy elrejtett. A felderítés körülményei is érdekesek, hiszen régészeti terepbejárás során kerültek elő. Ez azt jelenti, hogy múzeumbarát fémkeresősök segítségével a felszínt vonalban lejárjuk, tehát több sávon, tehát általában a szántás irányát követve több sávon oda-vissza járjuk a felszínt, próbáljuk úgy
lefedni a terepbejárás során a területet, hogy ne maradjanak üres részek, és ezáltal, ami éppen akkor a felszín, illetve a felszín közelében található fémlelet, ami értékelhető, datálható, az mind begyűjtésre kerüljön. Az erszényleletek esetében a 10-20 darab érem 1-2 méteres körön belül kerül elő. A nagyobb darab számú kincsleletek és a szerényebb tételű erszényleletek egyik legjellemzőbb eleme az érmék összetapadása. Ez a jelenség csak zárt térben, edényben, erszényben valósulhat meg. Általánosan jellemző, hogy ha találunk egy ilyen erszényleletet, akkor utána nem találunk hozzá többet. Tehát ezek ennyi darabszámmal rendelkeztek, valószínűleg ez a cikói, ez 4 darabos volt. Ez utóbbiak sorába illeszkedik az erszénylelet, melyet Vince Péter múzeumbarát fémkereső talált meg. A 4 darab ezüst dénár az 1540-es évekből, első Ferdinánd idejéből származik.